Falunapot rendeztek Fehértón. Tóth Alisz polgármester felhívta a figyelmet, az elmúlt időszakban számos felújítás történt a településen. Polgármester asszony, Fehértón is sok minden történt az elmúlt hónapokban. Hát dióhéjba soroljuk fel, hogy milyen fejlesztéseket tudtak végrehajtani a településen. Kettő sikeres pályázatunk volt, az egyik a 56-os emlékmű elkészítése, arra nyertünk 4 millió forintot, hát 4,5 millióba került az önrészsel együtt, az elkészült itt az önkormányzati iskola előtt, és volt egy másik pályázatunk, az óvoda teljes körű felújítására, külső szigetelés, arra kaptunk 6,5 milliót, az meg 10,5 millióba került, a többit az önkormányzat kiegészítette, így az önkormányzatunknak, az épületeinek a nagy része felújításra került. Itt az 56-os emlékmű mögött milyen épület található? Én úgy tudom, az arra is költöttek az elmúlt időszakban. Igen, a tavaly lett az 56-os emlékmű mögötti iskola épülete felújítva, mondván, hogy továbbra is az önkormányzat használja. Most van beadva az önkormányzat részéről egy pályázat, ahova átköltözik sikeres pályázat esetén a könyvtárunk. 3,5 millióra pályáztunk. Maga az épület kívülbelül felújítva, butorozatra és a könyvtári felszerelésekre adtuk be a pályázatot. Arra használnák, a másik felük meg egy nagy vállalkozó irodának használja. Itt a település központjában nagyon jó utak vannak, járdák. Itt látom, hogy ahol van most a falunap, ott is felújítások történtek. Tavaly nem volt sikeres a pályázatunk, de volt félretett pénzünk, és 10,5 millió forintból felújítottuk a dózsatéri járdát és a dózsatéri utat. Hát azért ez egy, ha összeadjuk, jó pár 10 millió forint az elmúlt egy év során mondjuk. A régen félretett súlyadónkból próbálunk gazdálkodni. Igaz, hogy most hatalmasan lecsökkent, mert a 40%-a marad nálunk, a 60%-át be kell szolgáltatni, így most már azt költjük, ami eddig félre volt téve. Hogyan tudnak a települések félretenni, hiszen azért egyéb költségei is vannak a falu működtetésének? Azt tanultam a nagymamámtól, nincs olyan kevés, amire egy picit nem lehet félretenni. A falunapról néhány szót, hagyományos programokat szerveztek, van-e valami különlegessége, amire fel szeretné hívni a figyelmet, ami Fehértó sajátossága? Hát az Fehértón azért még jellemző, a régi fehértóiak között a nagy összefogás, azért a főzést minden éven megrendezzük, és a megszokott módon a falu igényének megfelelően hívtunk vendégeket, 12-kor lesz jó ebédhez szól a nóta, az idő alatt lesz az ebéd elfogyasztás, után rövid köszöntő, tájékoztató és sorban mennek a műsorok, helyben a zenekar váltja fel a cigányzenekart, utána a kávé szünet lesz, nem ismert itt a környéken, de nagyon megtetszett Győrbe egy borozgatás közben. Az úgy tudom, hogy Petőfi verseket zenésítenek meg, és az lesz előadás. Végül a Star Wedding, meg tavaly is szintén Fehértón volt a Nagy Balázs, akinek mindenkinek kedvence volt, az idén újra visszahívtuk. Ugye a Győri Kisfaludi Színház, a Nemzeti Színháznak igen. Ugye Fehértó híres arról is, hogy nem messze innét turizmussal kapcsolatos fejlesztések is zajlanak, egy komoly beruházást nyertek, én úgy tudom. Hogy állnak most ezek, hiszen itt van a Fehértó, önmaga a Nádas. Igen, hát, ami... tudomásom szerint a projektvezetővel beszélgettem múltkor, elkezdték a munkálatokat, történik a nádozás a Nemzeti Parknál, a kisháznak a felújítása, és a tónak a kotrását, nem tudom milyen ütembe, azt is rendbe szeretnék tenni, a Kónyi meg a Barbacsi tóval együtt. Véleménye szerint ez hasznos dolog, tehát tényleg fellendítheti valamilyen szinten turizmus, igen, hiszen önöknek van kerékpáros. Igen, azt gondolom, hogy továbbra is a Fehértó, mivel ipara nincsen, az csak a turizmusba léphetne tovább. Szeretnénk mi is egy turisztikai pályázatot beadni, sajnos az erőnket meghaladja, várunk egy olyan EU-s pályázatot, amivel sikerrel pályázhatnánk, egy olyan 100 millió forint körüli turisztikai pályázatunk lenne, közösségi térrel és vendégszobákkal összekötve, de hát sajnos úgy érezzük, hogy az erőnket ez meghaladja, ezért félretettük egy darabig, majd várunk olyan pályázatot, amivel ezt meg lehetne valósítani a Delzsi Centerbe. És hát igen, van kerékpárunk, azt folyamatában használjuk, közös kerékpári kirándulásokat szerveztünk, most is legutóbb Markota-Bödögérre, Rápcakapira, Tárnokrétibe. Azt gondolom, hogy ezzel is a közösséget tudjuk együtt
kovácsolni. A turizmussal kapcsolatban kire lehet számítani ilyenkor? Ki lesz a vendég? A környékbeli településekről, vagy akár külföldről, az ország más részeiről? Hát a környékbeli településről is jönnek, de vannak megkeresések, igen. Az ország másik részéről is, hogy felfedezik, hogy van fehér tó, és akkor itt a környéken a nyugalomra, csendre vágyok, azért azok itt keresnek szállás lehetőséget, jelen esetben is van, de az a Derzsi Center fölépülne, akkor az önkormányzatnak is lenne egy turisztikai szálláshelye. Ez a Derzsi Center, ez hol épülne fel? A régi vendéglővel szemben, ott volt egy régi Derzsi kocsma, annak idején ugye azt az épületet az önkormányzat megvette, le kellett bontani, mert sajnos az életveszélyes volt, és oda csináltottunk egy tervezőt 2 éve, hát várjuk a kedvező pályázatot. A szomszéd településeken is terve volt véve ilyen kis piaszterek kialakítása. Én úgy tudom, Fehértó is gondolkodik ilyenben. Igen, be is adtuk a pályázatot 20 millió forintért. A Timár Kanyar a templommal szemben, ott van egy házhelyünk, dupla házhely, és oda gondoltuk a piaszteret, mert általában még a fehértóiak többet termelnek, mint a saját igényükre megfelelően, és akkor ezt ki lehetne vinni hetente legalább egy alkalommal értékesíteni az egyik zöldséget, a másik sárgalépát, a harmadik burgonyát termelne, és azt egyik a másiktól megvehetni. És hogy állnak a település lélekszámát tekintve, stagnál, fejlődött, tehát bővült a létszámuk? Most jelen esetben nem csökkenünk, stagnálunk, de ahogyan úgy érzem, hogy a piac elindult, mert több házat értékesítettek, akkor azt gondolom, hogy a fejlődés is, vagy a létszám is emelkedik. Körülbelül hányan vannak most beírtó? 490-510 között mozog a falu. Ugye a megközelíthetősége is jobb lett, hiszen nem messze van az M85-ös, és ahogy jöttünk Beziről, láttuk, hogy némi felújítások már vannak a településeket összekötő utakon is. Igen, az a közútkezelő közútkezelőnek tették rendbe itt a Bezi-Fehértó közötti összekötőt, itt a falun belül is lett egy darab felújítva, még egy szakasz felújítják, és Markotától Bezig, akkor teljes felújításra kerül az a 4 számjegyű útvonal. Győr, illetve Csorna hány perc alatt megközelíthető innét? Hát Csornár 15, de Győrbe is, most már az új autópályán 15 perc alatt, úgyhogy nincs távolság ma már. Azt gondolom, ezt vették észre azok is, akik itt vettek házhelyet, hogy könnyebben megközelíthető, mint volt. Amúgy ön elégedett most a fejlesztésekkel, a falu közhangulatával? Én azt gondolom, hogy 15 év után elmondhatom, hogy nincs feszültség, nyugalom van, mindenki teszi a dolgát, nagyobb a munkalehetőség, kevesebb a munkanélküli, és a munkahelyen jobban megtalálják a számításokat az emberek. Az egésznapos programsorozatot Nagy Emma Zsófia nyugalmazott pedagógus nyitotta meg. Köszönt a falu! Az évek hosszú országútján az ember élet megáll. Virágtüzér és jó szó éri a mai délután. Találkozáskor a sok ismerős, szerető szívvel nyújt kezet, örömmel jön a sok vendég, kiket a tisztelet vezet. Vigyék el magukkal a kedves szavakat, jövőre is várjuk Önöket a fehértói falunapon. Jó napot kívánok! Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket a mai fehértói falunapon. Mondhatom, hogy hagyományt éltetünk, hiszen sokadik alkalommal rendezzük meg. Ha visszatekintünk az elmúlt évek rendezvénysorozatára, szép ünnepet, tartalmas üzenetet szőttünk a napok köré. Köszöntöm a meghívott kedves vendégeket, köztük a Fehértóról elszármazottakat is. A falu lakosságát, kicsiket és nagyokat, fiatalokat és nyugdíjas társaimat. Engedjék meg, hogy egyben tolmácsoljam a Fehértói Önkormányzat képviselőtestülete, Fehértó Jövőért Egyesület és polgármesterasszony köszöntőjét, üdvözletét. Most szeretném megköszönni név nélkül mindazoknak a támogatását, akik valamilyen formában hozzájárultak a mai falunap sikeréhez, akár anyagilag, természetbeli adománnyal, süteményekkel, munkával, ebédfőzéssel, tombolatárgyakkal,
tombolajegyek árusításával, felügyeletvállalással, szervezéssel, rendezéssel, bármilyen felajánlással. Itt köszönöm meg az önkormányzat dolgozóinak is a sok-sok munkát, hogy a kisebb létszám ellenére is a mai napra még szebbé varázsolták kis falunkat. Méltók vagyunk a Tóköz gyöngyszemének nevezett kis településünkhöz. Az emberek igénylik az ilyen rendezvényeket. A mai rohanó világban többségünknek nincs ideje arra, hogy szórakozzon, kikapcsolódjon. Sokunknak úgy elszaladnak az évek, hogy észre se vesszük, hogy csak a munka van mögöttünk. Mi ebben igyekszünk segíteni az itt élőknek és a kedves vendégeknek, hogy egy pici időre felejtsék el a napi problémákat, nehézségeket, és egy kellemes, gondtalan délutánt, estét töltsünk el együtt. A programokat úgy igyekeztünk összeállítani, hogy valamennyi korosztály megtalálja benne az érdeklődési körének megfelelőt. Most egy énekkel szeretnék kedveskedni nyugdíjas társainknak, de természetesen a fiatalabb korosztálynak is, mert reméljük, hogy ők is megérik majd a nyugdíjat. Mi vagyunk a fehértói kis nyugdíjasok, örülünk, hogy együtt töltjük ezt a szép napot. Eldalolok egy szép nótát, hallgassátok meg, majd a végén, hogyha tetszett, tapsoljátok meg. Boldogságban szeretnénk még élni éveket, ha az ember azt akarja, boldog is lehet. Ne kergessünk déli bábot, éltünk alkonyán, elszállott ez réges-régen, messze-messze jár. Mert akinek nótája nincs, annak szíve sincs, ha nem hiszel a nótába, szíved betekints. Fehér hajjal, könnyes szemmel, emlékek közt jársz, az elveszett ifjúságod nem találod már. Elmullott a fiatalság, néha nagyon fáj, felváltotta az időskor, régen így van már. De azért mi nem csüggedünk, mi ránk munka vár, nevelni az unokákat, ami ezzel jár. Ősszel mindig hull a fáról a rozsdás levél, lehullik a fagyos földre, elfújja a szél. De mi erre még sokáig nem is gondolunk, mert amikor együtt vagyunk, mi gondololunk. Mert akinek nótája nincs, annak szíve sincs, ha nem hiszel a nótába, szívedbe tekints. Rájössz, mikor feltéped a régi sebeket, hogy a nóta gyógyítja a fájó szíveket. Mert akinek nótája nincs, annak szíve sincs, ha nem hiszel a nótába, szívedbe tekints. Rájössz, mikor feltéped a régi sebeket, hogy a nóta gyógyítja a fájó szíveket. Most... Kedves vendégek, most hallgassák meg Mász István Örülj velem rövid kis írását. Az ajándék. Örülsz, ha kapod, örülsz, ha adod. Az ajándék öröm, naponta, ha akarod. Ajándék karácsonykor, ajándék, mint a nyuszihoz. Évfordulók égköve az ajándék. Születésnap, névnap, szegény nélküle. Az ajándék, aminek ára nincs, jelkép, szeretet. Az ajándékban a szív szeretete rejtve. Ajándék. Ne add, ha benne nem te vagy. Ajándéknak, mit kapsz, ne keresd az árát. Mit ér, ha csak úgy adták? És mit ér, ha a szeretet nyújtotta neked? Az ajándék szeretet. Élni nélküle nem lehet. Naponta adj és kap ajándékot. Add, amit vársz. Megértő szót, mosolyt. Kérdezd a beteget, a szomorkodót. Segíts, ahol szükség van. Jó tanács, meghallgatás, együttérzés.
Nagyobb öröm adni, mint kapni. Ha megpróbálod, majd megérzed, még ma, holnap, minden nap. És mivel itt szó volt a szeretetről, tulajdonképpen egy-egy ilyen rendezvény erről szól, most egy rövid kis verset és éneket hallgassanak meg a szeretetről. Szórd a szeretetet! Ne kérdezz senkit, ki vagy és mi leszel, a fontos, hogy szívedből mindig hitelezel. Ha nem süt a nap, te legyél sugára, ragyogjon a szemed mások mosolyára. Akit bánat bénít, melegen vigasztald, simogató szóval, ne küldd el, marasztald. Öregnek, gyereknek mondj mesét, ha kérik. A szíved mondja halkan, legjobban megértik. Szórd a szeretetet, mint nap a sugarát. Így leszel boldog, majd itt és oda át. Szeretve élni, az lenne jó. Bántani egymást, mire való. Oly gyorsan repülnek, múlnak az évek. Ha szeretjük egymást, könnyebb az élet. Szóljon a zene, daloljunk hát. Feledjük a rosszat, a sok munkát. Vidáman dalolva múljanak az évek. Nyugdíjas napjaink így lesznek szépek. Szóljon a zene, daloljunk hát. Feledjük a rosszat, a sok munkát. Vidáman dalolva múljanak az évek. Nyugdíjas napjaink így lesznek szépek. Kedves vendégek, köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Egy mondatos Vas Albert idézettel szeretném befejezni. Fél világot is bejárhatod, más ember földjén testvértelen leszel, s elfúj a szél, mint kósza őszi lombot, ha nemzetedről megfeledkezel. Köszönöm szépen! A falunapon ebéd közben nótaszóval kedveskedtek a fehértóiaknak. Csókolom, szállászol és ezen szer.
szállt.